Sziasztok! Most a tesztelésről, a validálásról fogunk beszélgetni. Ez egy startup kifejezés egyébként, a validálás, és még amikor életem első startupját csináltam, akkor ezt nagyon csúnyán megtanultam a bőrömön, hogy nem szabad csinálni, és hogy nem kéne, és ellocsoltam súlyos 10 milliókat erre, hogy ezt megtanuljam. Amit egyébként én kerestem meg, tehát hogy félreértés ne essék, nem tudom, anyuci apuci alám tolta. Na jó, nem igaz, mert az egyik startupomban egyébként kaptam egy 10 millió forintos befektetést, vagyis kiharcoltam, inkább így fogalmaznék, kínkeservesen, és hát sajnos az sem úgy sült el, ahogy szerettem volna. Sokkal előbb tudtam volna validálni az ötletet, sokkal kevesebb pénzből. Na de mi a validáció? Van a Tim Ferrissnek a 4 órás munkahét című könyve, amiben gyönyörű szépen leírja azt, hogy hogyan érdemes tesztelni, és hogy mit jelent ez a tesztelés, úgyhogy azt nagyon erősen ajánlom elolvasásra. Van a Lean Leon Startup könyv is, ami szintén elképesztően jó, így validálásban és tesztelésben, azt is nagyon erősen ajánlom. Mind a kettőben leírja azt, hogy van egy ötlet, van egy bármi, akkor azt abban ne tegyél óriási tőkét, és építs fel, mondjuk van egy ötleted, hogy jó lenne egy bármilyen alkalmazás. Mondok egy példát én a saját vállalkozásomból. Ugye azt gondoltam, hogy egy kulturális Netflix milyen király lenne, ahol az emberek tudnának színházi előadásokat, meg kulturális dolgokat nézni online, akár egy applikáción keresztül, ugye, mint a sima Netflixen, ugye filmeket, meg sorozatokat. Oké, van egy ötlet, király, tetszik mindenkinek, király. Ettől függetlenül ezt tesztelni kell, le kell validálni, hogy ezért fizetnének-e az emberek, hogy mennyit fizetnének érte az emberek, hányan fizetnének érte, milyen gyakran fizetnének érte, milyen üzleti modellben működik ez, hogy ha csinálsz mondjuk egy ilyen YouTube csatornát, akkor arra hány ember iratkozik fel, milyen tartalmakat szeretnének nézni, mi az, ami sikeres, mi az, ami nem, mi az, aminek nagy nézettsége van, mi az, aminek nem. Élőben érdekli-e őket az emberek? Gépről nézik-e, számítógépről, vagy telefonról nézik-e, vagy tabletről nézik-e? Mennyit fizetnének ugye bár érte, ezt is lehet tesztelni. Mikor néznék a napszak, melyik napszakban néznék? Tehát, hogy millió dolgot le tudsz tesztelni, ugye kvalitatív kutatással is, kvantitatív kutatással is, meg tudod kérdezni mély interjúban, fókuszcsoportot, kérdőíves kutatással, tudod egy landing page-el tesztelni, vagy egy opt-in oldallal, vagy egy sima weboldallal, amit összekattingatsz egy pillanat alatt. Tehát, hogy annyi megoldás van ma már arra, hogy ne kelljen bele óriási befektetést és pénzt tenned ugye egy ötletbe, addig, amíg nem tudod, hogy ez tuti működne és tuti fizetnének érte, hogy nagyon erősen javaslom neked, hogy ne menj fejjel a falnak, mint ahogy én ezt sokszor tettem, és ne égess el ennyi pénzt. Persze tanultam belőle, és így erősebben berögződött, erősebben emlékszem rá szerintem életem végéig, hogy ilyeneket ne csináljak, de ha megteheted, akkor inkább más bőrén tanulj, és más kárán, és ne a sajátodon. Úgyhogy azt javaslom, hogy mindent tesztelj, mindent validálj, addig, amíg szinte biztos nem vagy benne, hogy ezért fizetnének, és van rá konkrétan aláírt, vagy már, tehát vagy megrendeléseid már, amit ki is fizettek akár, vagy aláírt szándéknyilatkozat, hogy ők ezt megvásárolnák tőled, így, és stb. És akkor még az üzleti modell validációról is sokat beszélhetnék, meg értékesítési csatornák validálásáról, nagyon-nagyon-nagyon sokféle ilyen tesztelés, meg validálás van. Van egy ilyen, mit én párkapcsolatban is tudtam úgy tesztelni, vagy validálni, hogy ha bizonyos dolgokat mondasz például a barátnőnek egy héten keresztül, vagy barátodnak, akkor arra hogy fog reagálni? Aztán a következő héten más dolgokat mondasz, és arra hogy fog reagálni? Tehát, hogy bármit le tudsz tesztelgetni, úgyhogy ezt javaslom, hogy először így tesztelgesd meg, validálj a dolgokat, egészen addig, amíg nincs kézzel fogható bizonyítékod arra, hogy ez egy jó út, és ez működni fog. Úgyhogy jó tesztelést és validálást kívánok. Ciao!